Viszont amit eddig nem mondtam... Szerelmese vagyok a csillagos márkának! Szeretem őket vezetni, fotózni, videózni, sőt még szerelni is! Ha nem is születésem, vagy babakorom óta, de olyan 15-16 éves lehettem zsigulis korszakban, amikor életemben először találkoztam egy 123-assal, véletlenül sem zöldséges. És teljesen elájultam tőle. És az idei, 2021-es évben kettő darab csillagos szülinap is van. Az első születésnap 3 évtizedes lett idén az én szó szerint nagy kedvencem, a Válna Merci. Kereken 30 éves idén az itthon Bálna sertés és disznó jelzőkkel illetett V140-es S-osztály. Szinte hónapra pontosan 30 éve, 1991 tavaszán adták át az első példányt ebből az autóból, melynek a fejlesztésére a Mercedes a 80-as évek közepétől kezdve 2 milliárd márkát költött el. Ezzel egyidejűleg bevonult az autótörténelembe, mivel ő lett a világ legdrágábban fejlesztett autója. Egyébként ő megfelelő autótesztelő gúnyába vagyok öltözve? A világon elsőként sorozatgyártásban gyártott V12-es 6000 köbcentis motor. Ez csak 5000-es. Bocsi! Dupla üvegezés, ami hang és hőenyelő, nem golyóálló. Az első időkben világszerte furcsa, vegyes szájízzel fogadták. Túl nagy, túl hivalkodó, túl nehéz, túl sokat fogyaszt. Mégis az akkori német kancellár Helmut Kohl nagy kedvence volt, és ami fura, soha nem ült a hátsó ülésen. Mindig a jobb egyben utazott. Pedig lett volna hely a hátsó ülésen, mert igaz, ő egy nagy darab ember volt, de én 186 vagyok, és így elférek benne! Engem illet, először élőben 1994 környékén találkoztam egyel, török üzletemberek költöztek a szomszéd lépcsőházba. És ezt az autót nagyon sokat láttam parkolni a járdán, a 2107-es ladák, négy ütemű Warburgok és a D-kadettek között. Ugye mondanom sem kell, és talán látszik a fejemen, hogy rajongó lettem. Ez nem csak kamuszöveg, be is tudom bizonyítani. 1993 májusi... Mi van benne? S-osztály. Később egy barátomnak lett egy ilyenje, és beleülhettem, sőt vezethettem is. Az érzés leírhatatlan volt, a világ urának éreztem magam. Az a hatalmas test, ahogy vonult az úton, a templomi csend, ami ezeknek az utasterében van, és hát a beltér akkora volt, mint a panelunk konyhája. Na, zene kuss! Ugye halljátok, hogy nem hallotok semmit? Nincs. Nulla. Nincs hang. Mivel az elején nagyon sokba került,
ezért inkább a gazdag emberek kiváltsága volt egy ilyet birtokolni. Telt az idő, és az olajfodrászkodásnak köszönhetően a tulajdonosai révén sajnos beazonosították egy hát nem túl szerencsés társadalmi réteg. Mostanára abban a korban van, amikor már azok veszik, akik nem státuszszimbólumot vagy rangot akarnak vele mutatni, hanem szeretni akarják gondozni, nem félnek áldozni rá. És nekik köszönhetően az a néhány példány, ami megmarad, ugyanabban a formában és minőségben tud pompázni, ahogy annak idején 30 évvel ezelőtt a német tervezők megálmodták. És végül, de nem utolsó sorban, fél évszázados, a Mercedesnél első S-osztályként nevezett V108-as modell. Fél száz év! Mennyire látszik egy Mercedesen? I wanna know, where did we go wrong? Could we ever, ever change this song? Van a régi autósoknak egy kedvenc mondása, miszerint felejtsd el a plastikot, vezess inkább klasszikot! És ez az autó ennek teljes mértékben megfelel, egy valódi klasszikus, hát ordít róla a 60-as évek stílusa, a sok krómmal, meg a bazinagy állóhűtőráccsal. ...1965 és 72 között gyártották, az USA-ban 1973-ig. Ahogy az újdonsült marketplace nepperek mondanák, a felszereltsége megkapul ezt a, hiszen vékony csontkormány, automata váltó, teljes bőr, 4 elektromos ablak, klíma, 1971-ben. És hogy mindez működik-e? Na-na! Jó lehet, hogy kicsit csajos megközelítés, de vajon lesz-e az én bőröm ilyen 50 évesen? Hát nem ilyen barna, ilyen feszek. Ugyanezzel az arccal készült a 600-as, a nagy limuzén akkoriban, amely állami vezetők, afrikai diktátorok és Pablo Escobar kedvelt autója volt, és annak a motorja volt az a 63-as V8-as, amit ebbe a kaszniba is beleültettek 1967-ben. Képzeljük már el, egy ilyen autó. 4 ajtós kaszniban, 63 V8-al, 220 km/h végsebességgel, 1967-ben. Nálunk mik is voltak akkor? Csajkák meg moszkvicsok? Ez a konkrét autó egy 1971-es 280 SE, mechanikus befecskendezéssel, 28-as sorhatos benzinmotorral, és 158 német pacival. Úgyhogy kedves Mercedes, a magam részéről kívánok legalább még 50 évet hasonló frissességben és eleganciában. Úgyhogy kedves autók, sok boldogságot, ez pedig a ti egészségetekre! Akkor ígyunk, ahogy megígértem. Közben azért elmondom, miket tervezek a jövőben. Kicsit belemászunk kit részleteibe. Ami annyit jelent, hogy... még egyet. Hogy megmutatom, hogyan lesz egy nyers műanyagból szépre csiszolt, színes gombokat tartó konzol. Például. Aztán... jön egy olyan rész, amikor a személyes sérelmeimért bosszút fogok állni egy autón. Tudtátok-e azt, hogy ha Szicíliában viszkit kértek, alapból ekkora pohárba adják?
Aztán jönnek a beígért beöltözős videók. Terminátor, szállító, halálos iram. Ezek már tuti megvesznek. És még nagyon sok... Szóval még nagyon sok minden lesz! Úgyhogy tartsatok velem! Tessék figyelni a feltöltéseket, nem sokára találkozunk! Tessék oltakozni, illetve iratkozni! Amúgy nyilván kamu, átöntöttem, Ice-tel volt benne. Mondtam, hogy nem vagyok szeszes.